műsorral kezdődött a jubileumi ünnepség Szekszárdon a Vármegyeháza dísztermében, ugyanis 60 éves a Tolna megyei gyermekvédelmi szakellátás. A rendezvényen Kajos Nikoletta Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségének vezetője arról beszélt, hogy a munkájukat nagyban segíti az az együttműködés, amiben szerepe van a gyermekjóléti alapellátásnak, a kormányhivatal szerveinek, a jogi képviselőknek, illetve a tankerületnek, a rendőrség, a civil és egyházi fenntartók munkájának. Csak együtt sikerülhet megfelelően reagálnunk a folyamatosan változó világ által támasztott kihívásokra, csak együtt tudunk egy jobb jövőt biztosítani a szakellátásban nevelkedő gyermekek számára. Büszke vagyok arra, hogy a megyében kiváló az együttműködés az egyes szereplők között, melyet bízom benne, hogy még tovább erősít ez a mai alkalom. Mit is jelent a gyermekvédelem? Mit jelent a gyermekvédelemben belül a szakellátás? Mi az a küldetés, amit nekünk teljesítenünk kell? A programon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője Simon Attila István is részt vett. Ő elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 21 ezer állami gondozásban lévő gyermek van. Megpróbáljuk felettetni velük, és megpróbáljuk pótolni azt a szeretetet, azt az odafigyelést, amit valamilyen oknál fogva nem kaptak meg a vér szerinti családjukban. Ezért hoztuk létre, ezért erősítettük meg a nevelőszülői hálózatot. Szerencsére ma már elmondhatjuk, hogy az állami gondoskodásban lévő gyermekek kétharmada nevelőszülőnél nevelkedik. De van, mindig is lesznek valószínűleg olyan gyermekek, akik nem találnak nevelőszülőre, nekik azonban az intézményi elhelyezést kell megoldanunk. A főigazgató hozzátette, hogy bár eltelt 121 év az első gyermekvédelmi törvény meghozatala óta, a cél még mindig ugyanaz, hogy minden gyerek egy szerető családba kerüljön.